És a szalagnak az egyik felét ketté hasítottuk, vagy ketté vágtuk. Ez azért van, hogy megkönnyítsük a ti dolgotokat. Tehát ne a másik felét kössétek föl rá, hanem ezt így simán megfogjátok. Mindössze pár perc elég volt arra, hogy a szorgos gyerekek feldíszítsék a májusfát bátaszéken. Majd néhány önkéntes segítségével a helyi tűzoltók felállították az immár színes szalagokkal dekorált több méter magas fát. A munka ünnepén, illetve május 1-én a bátaszéki majálistán indítottuk a májusfaállítással. A bátaszéki hagyományozó tánccsoport tagjai, leginkább a legkisebb tagjai, a gyerekek voltak azok, akik a színes szalagokkal felszalagozták a város májusfáját, és a bátaszéki tűzoltóság munkatársainak a segítségével felállítottuk a helyére. Örülünk, mert az elmúlt esztendők ugye kicsit foghíjasra sikerültek, már hogyha a rendezvények szemszögéből nézzük ezt az egészet, és ebben az évben két kihagyással a majálist is meg tudjuk tartani. Ez nem jelent más, mint hogy a május fállítást követően a helyi csoportok, művészeti csoportok, de akár az idősek, a nyugdíjasok meg tudják mutatni, hogy mit tudnak igazából. Egy rövid műsorral készülnek, és hát 18 órától sztár vendégeket is fogadunk még hozzá. Bódi Guszti és Margó fogja majd ropni, illetve a táncra buzdítani a jelenlévőket. Bízunk abban, hogy sikeres lesz a rendezvény, az idő az kegyes lesz hozzánk, és mindenki jól fogja érezni magát. Így van az első nagy szabadtéri bátaszéki rendezvényem. Mindenki nagyon nagy izgalommal várja már a lehetőséget, a programokat, hogy hol tudunk egy kicsit fölállni, megmutatni magunkat, és a mai alkalommal fogunk a kicsi csoporttal először színpadra lépni, úgyhogy nagyon nagy az izgalom, mert hát mindenki izgul, én is. A picikékkel Juden Polka, Schuster tánc, Florisita, a két táncba ugye énekelni is kell, nagyon-nagyon lelkesek, nagyon ügyesek. Hát a nagyobbak ugye ők már azért a kicsit technikásabb, nehezebb táncokat táncolják. Az első fellépő a nagyoknál az Apple Zsóka és Szabó Bence lesz, ők voltak minősülni március 5-én, ezüst minősítés nyertek, és szeretném, hogyha azért a közönség is megismerni ezt a nagyszerű produkciót. Utána ugye jön az egész csoport, a frisst fogják táncolni, ahol bekapcsolódik az utánpótlás, és akkor a másik két táncba, ami a bátaszéki Springer meg a Gyönki, azt viszont már az ifjúsági csoport táncolja. A pandémia miatt ugye az elmúlt években nagyon kevés alkalom volt, hogy bátaszéken nagy közönség előtt megmutatkozzunk. A gasztronómia est volt októberben talán az utolsó olyan rendezvény, ahol részt vettünk, de ott sem táncolni mentünk, hanem főzni, sütni, étkeinket mutattuk be. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú idő óta ez az első olyan nagyobb rendezvény bátaszéken, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig felmehetünk a színpadra, és újra táncolhatunk a bátaszéki közönségnek. Ma minden korcsoportunk színpadra megy, tehát az ovisoktól kezdve aprók, utánpótlás és felnőtt csoport. Mindenki legjobb tudásának megfelelően készült a mai napra. Ugye fontos nekünk az, hogy bátaszéken is megmutatkozzunk, hogy részt vegyünk a városi rendezvényeken, és ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan energia befektetéssel veszünk részt egy bátaszéki rendezvényen, mint akármilyen másik, esetleg nagyobb megmérettetésen. Úgyhogy örülünk, hogy végre itt vagyunk, végre van rendezvény, és bátaszéken is táncolunk. A rendezvényre több környező településről is érkeztek résztvevők, volt, aki Őcsényből látogatott el a programra. Tetszik, mert mindenek voltunk árusítani, és itt minden már bátaszéken meg. Eljöttünk körülnézni, vásárolni egy kicsit, meg hát a fellépéseket. Vettem dolgokat, meg játszottam a barátaimmal.
Kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak elfoglaltságot. Várjuk, hogy színvonalas program lesz valószínű, csak nem kedvező az időjárás erre a remek programra. Ugye kíváncsiak vagyunk a német tánccsoportra, meg a nemzetiségi csoportokra. Ez a pandémia ez mindenre rányomta a bélyegét, ugye, mert nem lehetett sehol programot, és ilyenkor jó, ha az ember ki tud mozdulni egy kicsit, a közösséget építeni.